Köszöntelek benneteket, sziasztok! A májusi eső aranyat ért, tartja a mondás. Ez most pedig hatványozottan is igaz, ugyanis szárazföldeink már igazán szomjaznak egy kiadós eső után. Az előttünk álló éjszakán egy kiterjedt csapadékrendszer érkezik, amely megoldhatja a problémát, hiszen sokfelé okoz majd esőt, záport és zivatart. Ez pedig nem más, mint egy tőlünk nyugatra lévő ciklon hidegfrontja okozza, amely a szokásostól eltérően délnyugatról északkelet felé tart majd. Mögötte szombatra átmenetileg szárazabb léghullámok érkeznek fölénk. Viszont ez valóban csak rövid ideig tart, ugyanis vasárnaptól délfelől ismét nedvesebb levegő töltheti ki a Kárpát-medence térségét. Az előttünk álló éjszakán, ahogy említettem, délnyugat felől érkezik meg a csapadékrendszer, amely az éjszaka első felében főként még csak a Dunántúlon okoz majd sokfelé esőt, záport és zivatart. Az idő előre haladtával fokozatosan halad majd északkelet felé a csapadékrendszer, viszont jelenlegi számítások szerint az északkeleti tájakat reggelre még nem éri el. A keleti, illetve délkeleti szél továbbra is sokfelé lesz majd élénk, illetve erős, és zivatarok környezetében viharos szélökések is előfordulhatnak. A szeles, csapadékos és felhős időjárásnak köszönhetően általában csak 9 és 14 fok közé süllyed a hőmérséklet hajnalra. Holnap délelőtt aztán már az északkeleti tájakat is eléri a csapadékrendszer, így összességében sokfelé kell számítani esőre, záporra és zivatarra. Mindeközben már a délelőtt folyamán délnyugat felől a front mögött elkezd szakadozni és csökkenni a felhőzet. Egyre erőteljesebbé válik arra felé a gomoly felhőképződés. Ezáltal pedig egyre nagyobb esély nyílik zivatarok kialakulására. A mellettem lévő labilitási paraméter is megmutatja, hogy főként a Győr, Budapest és Szeged vonal szélesebb sávjában kell számítani heves, azaz jégesővel, illetve felhőszakadással kísért zivatarokra. A délután folyamán főként az északkeleti harmadban maradhat tartósan csapadékos és felhős az időjárás, így arrafelé csak 17 és 21 fok közé emelkedhet a hőmérséklet délutánra, míg az ország déli, délnyugati felén 25 fok közelébe alakul majd a csúcsérték. Ami a szélviszonyokat illeti, a front előtt a keleti-délkeleti szélből, a front mögött pedig a szokásostól eltérően a délnyugatira forduló szélből kell számítani sokfelé erős széllökésekre, de zivatarok környezetében továbbra is viharos lökések előfordulhatnak. Tegnap kollégám már bemutatta ezt az előrejelzési térképet, ami a 10 mm-es csapadékösszeg esélyét mutatja meg. A mai modellfuttatásokban már magasabb százalékos értékek jelennek meg, ami arra enged minket következtetni, hogy egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy nagyobb területen fog 10 vagy akár több 10 mm csapadékösszeg összegyűlni. A következő néhány napban, vagyis a hétvége első felében átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de vasárnap már elszórtan, hétfőn pedig már több helyen alakulhat ki ismét zápor, zivatar. A hőmérséklet a front mögött csak rövid ideig csökken le, ugyanis ismét a hétvégén 25 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet majd délutánra. Ezennel szeretném is megköszönni figyelmeteket, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek minket az alábbi elérhetőségeken. Nézzetek és hallgassatok minket holnap is. Csodás szép napot, sziasztok!